A kezdődobás program célja az, hogy megismertesse a fiatalokat a kézilabdával, egyben növelje a sportág bázisát, és persze segítse a legtehetségesebb gyerekek kiválasztását. A tavaszi három tornán nem csak a gyerekeket figyelték a szakemberek, hanem a játékvezetőket is, mert a meccsek kiváló lehetőséget biztosítottak arra, hogy ők is megmutassák, mit tudnak. A megyei szövetség évek óta segíti a pályakezdő játékvezetőket. Ez a program ott minden évben úgy kezdődik, hogy alapfokú játékvezetői tanfolyam, ahol erre jelentkező játékvezetőket egy intenzív, 4 hónapos kurzussal megtanítjuk a játékvezetői szabályokra, és ezek a mérkőzések arra jók, ezek az összejövetelek, hogy itt belekóstolhatnak a játékvezetésbe is, megtudhatják azt, hogy azért nem egy egyszerű feladat az, hogy mi tudjuk a szabályokat, azoknak az alkalmazása, ez egy nagyon nehéz és egy nagyon összetett folyamat a pályán. A következő lépés az, hogy akik levizsgáznak, hiszen egy nagyon szigorú fizikai és egy nagyon szigorú teszt elvégzése után lehetnek végzett játékvezetők, belekerülnek egy úgynevezett mentori programba, ami nekünk évek óta már a rendszerünkben benne van, ahol viszont már éles helyzetben megyünk velük és segítjük az ő pályafutásukat, és segítjük őket arra, hogy minél jobban értsék és tudják alkalmazni a szabályokat a pályán. A pályakezdő játékvezetők többsége mögött van valamilyen szintű kézilabdás múlt, amire szükség is van a különböző helyzetek megítélésénél. Alapvetően egy jó kézilabdázónak, jó játékvezetőnek is kell lennie. Én évek óta mondom, hogy ha egy játékos tudja a játék szabályokat, akkor mérkőzéseket tud eldönteni egy bizonyos védekezési vagy támadási szituációban. Ezt sokszor látjuk világbajnokságon is, hogy nem tudja egy profi játékos igazából mit lehet tenni neki a pályán. Ugyanazok a készségek kellenek, határozottság, elővételezési készség, a játéknak a pontos ismerete, hiszen ha tudja, hogy egy szituáció mi fog történni, sokkal gyorsabban tud reagálni, és sokkal gyorsabban tudja megítélni azokat a szabálytanságokat, vagy éppen előszabályt adni, amiből egy gyors gól következhet. Nem csak a sportolókra, hanem a fiatal játékvezetőkre is jellemző, hogy érettségit követően válaszút elé kerülnek, így közülük is sokan folytatják a megyén kívül pályafutásukat. Létszámot tekintve országos szinten Szabolcs-Szatmár-Bereg megye elég jól áll játékvezetők szempontjából, viszont azt látni kell, hogy kiképezzük a 15-18-19 éves fiatalokat, akik egy alapképzés után már a pályafutásuk kezdetén mennek egyetemre Budapestre, tehát ez egy sziszifuszi munka lényegében, mert minden évben megcsináljuk a tanfolyamot, és akik már képesek úgy játékot vezetni, hogy nem kell nekik mentori segítség, ők elmennek egyetemre. És kezdjük előről, de van egy elég stabil bázisunk, hála Istennek, 28 játékvezetővel dolgozunk most, abból 22 NB1 szintű játékvezető van, egy NB1-es, stabil NB1-es felsőházi játékvezetőnk, és van 2 darab párosunk, aki ott avanzsál már, hogy az élvonalba kerüljön, mint játékvezető. A hétvégén rendezik a 3. Hun Beach strandkézilabda tornát, amelyen ismét bizonyítási lehetőséget kapnak majd a fiatal játékvezetők.